Anyul, ez igaz? Már megint húsvét lesz. Ugye nem? Miért kell minden évben húsvétot tartani? Miért nem lehet csak minden második vagy harmadik évben? Vagy még ritkábban? Mondjuk soha. Már előre félek. A húsvét feketével van a nyuszik naptárába felírva. Még hogy nyuszi ül a fűben, fűben szundikálva. Ül a fenét, el akar bújni a sok elkényeztetett kölyök elől, akik már márciusban azért rágják a mami meg a papi fülét, hogy nyuszikát vegyenek nekik húsvétra. Nagy ötlet. A csoki nyuszi nem elég? Mert mit csinál a bugyutat gyerek az ő kis tapsi fülesével? Gondozza? Ellátja? Nevelgeti? Persze, mint a pattanásait. Neki megy, mint borjú az anyjának. Én megmondom, mit csinálnak velünk a gyerekek. Nyomorgatnak. Én is hiába makogom a gazdámnak, Bécikének, hogy öreg, térj magadhoz, ne gyömöszölj, nem én vagyok Zsuzsika a szomszédból. Ő csak fogdos, meg puszilgat, meg cipel magával, mint a táskáját, meg a nátháját. Aztán azt hiszi, hogyha berak egy papírdobozba, a papundeklihez verdesem a füleimet az örömtől, még csodálkozik az a lágytojás agyú, hogy néhány nap múlva olyan büdös leszek, mint ő, ha rájön a vízundor. Ha már valaki nyulat vesz annak a félkegyelmi utódának, nem vehetne hozzá egy kis műanyagalyú ketrecet, amit minden nap ki lehet tisztítani? Az ember is kiköltözött a barlangból a lakótelepre, hogy ne kelljen a mocsokba feküdni. Miért gondolják, hogy én eldobom magam a boldogságtól, ha a saját vizeletemben heverészhetek? Én is félek a betegségektől. Én is jobban szeretek bolha és tetőhelyet káposztát kapni húsvétra, ha már nem tudom az emberiséget lebeszélni erről az ünnepről. És ha már az evésről van szó. Aki az ebéd maradékát megeszi, picinyeim, az nem én vagyok, hanem a nagymama. Hoppá, most újat mondtam, ugye? Nekem káposzta kell, meg saláta, sárgarépa, fehérrépa, gyümölcs, vagy fű és lóhere, ha már az a megtiszteltetés ért, hogy én lettem a húsvéti nyuszi. Egy kis búza, kukorica vagy zab, az sem árt, persze megdarálva. Ezzel nem fogom kienni a családot a vagyonából. És persze a legfontosabb. A tiszta ivó víz, amit szívből ajánlok húsvét hétfőjén pálinka helyett minden vedelő rendelnek. Azzal aztán tényleg kocinthatnánk, hogy egészségünkre. Végül be kell vallanom, a legnagyobb gondunk nem is a gyömöszölés meg a nem nekünk való hami-hami, hanem a kérdés, hogy mit csinálnak velünk húsvét után. Mert ha az ünnepnek vége, mi mehetünk az utcára, vagy a tálba. És ezt nevezik ők humanizmusnak. Hát mikor rántottunk Miki ebédre ember popsit nyulamizmusból? Javaslom az ENSZ-nek és a felsőbb hatalmaknak, hogy ezennel hivatalosan töröljék a húsvéti ünnepeket a naptárból. Ha pedig ez lehetetlen, akkor nyuszi helyet vegyenek a húsvétra a gyerekeknek kistestvért. Igen, igen. Azt is nagyon jól lehet gyömöszölni. Annak nem kell ketrec. És egy idő után még az ebédmaradékot is megeszi a nagymama elől. Ugyan?